Több évtizedes hagyomány a megyében, hogy a nagypályás bajnokságok befejezését követően teremtornák kínálnak játék lehetőséget a kispályás foci szerelmeseinek. Nyíregyháza november utolsó hétvégén 35 év fölötti játékosokat felvonultató csapatok, a karácsony előtti hétvégén pedig megkötés nélkül összeállított együttesek lépnek majd pályára Móra csarnokában. Az öreg fiúknál eleve igazi parkettművészek szerepelnek, hiszen régi motorosok, akik már letettek valamit az asztalra, és látványos mérkőzések vannak, nagyon jó csapatok, viszont vannak ilyen adhok jellegű munkahelyi csapatok is, akik neveznek. A Szabolcs Takarék Karácsony Kupán viszont igazi hírességek is, befejeződnek a bajnokságok, tehát részt vesznek olyan játékosok is, akik kijárnak a stadionokba, és ezért érdemes eljönni ezekre a tornákra. A 150 ezer forint összdíjazású Nyíregyházi Retro Rádió Kupán november 28-án és 29-én lépnek majd pályára a csapatok. A 24-es mezőnyben már csak 7 hely kiadó. Itt tényleg nem öreg fiúk játszanak, hanem akik igazából vérből, szeretetből és tiszteletből űzik ezt a sportágat. Eddig nagyon-nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, és bízunk abban, hogy ebbe az évben is így lesz. A 200 ezer forint összdíjazású háromnapos Szabolcs Takarék Karácsony Kupán 36 csapat méri majd összetudását. Az első három rendezvény nagyon színvonalas volt, nagyon sok csapat jelentkezett, és tényleg mind a három napon színvonalas mérkőzéseket láttunk, és a kijövő vendégek és szurkolók is azt hiszem, hogy jól szórakoztak. Nos, ezt a tendenciát szeretnénk az idén is és a jövőben is folytatni. A Szabolcs-Takarék Szövetkezet ugye egy regionális hitelintézet, és mindig is szívügyének tekintette az élsportot is, de a tömegsportot is, lásd ezt az eseményt, mert ezáltal sportszerető családoknak tudunk tartalmas és nagyon jó szórakozást nyújtani. A tornákon a legjobb csapatok a pénzdíj mellett serleget és oklevelet kapnak, emellett a legjobb kapus, illetve játékos, valamint a gólkirály külön díjban részesülnek.